6. éve már, hogy ingyenes védőoltást kaphatnak a 12. életévüket betöltött 7. osztályos lányok a humán papilloma vírus ellen. Ez a vírus okozza a méhnyakrákot, amelyben Magyarországon több mint 400 nő hal meg évente. A védőoltást igényelni kell. Az igénylésről az iskolák tájékoztatják a szülőket, és a formanyomtatványt is az intézmények osztják ki nekik. Az iskola egészségügyi szolgálat megadott minden tájékoztatást, amihez szükséges, illetőleg eleve tájékoztatja a szülőket és a gyermekeket, hogy ilyen lehetőség adott. Azt a nyomtatványt, amelyet a szülőknek a személyes adatokkal együtt ki kell tölteni, illetve alá kell írni, szeptember 12-ig az iskolákba kell eljutatni, egyébként a nyomtatványt szintén az iskolában kapják meg. Fontos tudni, hogy több oltásról van szó, vagyis a védelem csak akkor alakul ki, ha minden oltást megkapnak a lányok. Az oltás sorozat 2 oltásból áll, a 12. életévüket betöltött, 15. életévüket nem betöltött leányoknál. Az első oltást, akik igénylik, október folyamán fogják megkapni, a másodikat pedig 2020 áprilisában. Akik 15. életévüket betöltötték, de még 7. évfolyamba járnak, ők pedig még decemberben egy 3. oltást is kapnak a kettő között, tehát nekik 3 oltásból fog állni az oltássorozat. A HPV elleni oltássorozatot a jogosultak több mint 80%-a igényli évről évre. Ez köszönhető a széleskörű tájékoztatásnak, az iskolai egészségügyi szolgálatok, illetve a járási hivatalok munkájának, illetve annak, hogy egyre több szülő ismeri fel, milyen fontos, hogy lánya megkapja a védőoltást. Az oltóanyag egyébként a humán papilloma vírus 9 típusa ellen nyújt védelmet.